Évről évre több adomány érkezik a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem elnevezésű programba. Tavaly csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből 165 felajánló jóvoltából több mint 52 tonna búza került be a közös adományba, országos szinten pedig 700 tonna liszt, közel 100 tonna vetőmag, több kamion zöldség és gyümölcs, jelentős gluténmentes termék és több mint 100 számítástechnikai eszköz gyűlt össze, amelyet közel 600 gyermekeket, időseket, szociálisan rászoruló embereket segítő civil és egyházi szervezet részére adtak át. Magyar agrárium az 20 millió ember ellátására alkalmas. Voltak nehezebb időszakaink, ugye a Covid, a háború mind megnehezítette az éveket. Ilyen szempontból megnehezítette a Magyarok Kenyere programot is, hiszen ma mindannyian tudjuk, hogy nehezebb ezekre forrásokat találni, de úgy gondolom, hogy ez egy olyan program, amit tovább kell vinni, és akár évtizedek múlva is sikeresként lehet, vagy sikerként lehet elkönyvelni, hiszen ez mind mondom a rászorulóknak, mind a hagyományaink őrzése szempontjából egy rendkívül fontos esemény. Idén is a búzatáblák megszentelésével vette kezdetét a Magyarok Kenyere program jótékonysági akciója, amely 14 évvel ezelőtt indult útjára, mára pedig teljesen átszövi a Kárpát-medencét. A kezdeményezés mögött a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyarok Kenyere Alapítvány, a NAK Magyarok Kenyere Közhasznú Nonprofit Kft. Áll, akik a falugazdász hálózattal együttműködve gyűjtőpontokon várják a felajánlásokat országszerte. Hagyomány szerint augusztus 20-án a Sóstói Múzeumfaluban tartják majd a Magyarok Kenyere kenyérszentelő napot. Úgy tervezik az ország nagy részében, hogy augusztus 20-a környékén lezárják, de mi soha nem szoktuk lezárni augusztus 20-a környékén. Van nekünk is itt a Palomúzeumban egy ünnepség, ahol úgymond a Magyarok Kenyere programmal lezártnak veszük, de mi Szent András napi disznóvágáskor szoktuk értékelni ezt a helyzetet és az adományokat megköszönni azoknak, akik adományoztak, illetve azoknak a civil szervezeteknek egy oklevéllel átadni, akik majd ezt eljutassák célba. Mi lisztet adunk a kívánság szerint, a civil szervezetek megmondják 1 kilós, 2 kilós, 5 kilós kiszerelésben, és akkor leszállítsuk oda a helyszínbe, úgyhogy én most is azt szeretném, hogy nem zárnánk ezt le, aki a november 30-áig bármikor jelentkezik, akkor ezt beteszik oda a közösbe, és ez a kiosztás lényegében senki nem marad le erről a lehetőségről. Rácz Imre, az Agrárkamara vármegyei elnöke azt mondta, a tervek szerint decemberben jutnak majd el a felajánlások a rászorulókhoz.